van egy kérdés, ami újra és újra előkerül, az pedig az, hogy a Reveal Hidden reality csatorna és az Infobubble valamilyen formában kapcsolatban áll-e. Ezt szeretném most egyszer és mindenkorra lezárni ezt a kérdést. Semmiféle kapcsolat nincs a kettő között. Én nem ismerek senkit erről a csatornáról, és igazából szerintem amennyire én ismerem, az ő gondolkodásmódjuk az egy egész másfajta felfogás, mint amit mondjuk az Infobubble csatornán láthattok, vagy pedig a Yahoo útja csatornán, különösen attól tér el. Én nem szeretnék senkit kárhoztatni, nem erről van szó, vagy bántani, nem erről van szó. Én azt szeretném csak ebben a videóban bemutatni, hogy mi a különbség a két csatorna között, és remélhetőleg ebből mindenki levonja majd azt a megfelelő következtetést, ami az üzenet, amit szeretnék átadni. Én nem bántani szeretném őket, csak azt szeretném most már, hogy egyértelmű legyen mindenki számára, hogy nemhogy nincs kapcsolat a két csatorna közt, hanem az üzenet is merőben eltér, amikor az ember igazából megvizsgálja, hogy mi az, ami a felszín alatt történik egyik vagy másik csatornán. Mi az igazi üzenete a két csatornának? Ehhez ezt a videót fogjuk felhasználni, hogy mire tanít Isten a számokkal, ki az elpecsételt 144 ezer. Az első probléma, természetesen mindenki, aki ismeri az Infobubble-t vagy a Yahoo útját, tudja, hogy a neveknek jelentősége van, de aki ismeri az írást, annak tudnia kellene, hogy a neveknek jelentősége van. Úgyhogy én megmutatok egy-két verset, ami azt bizonyítja, hogy a nevek fontosak, illetve hogy a pogány kifejezésektől tartózkodnunk kellene, mint az Isten, vagy az Úr, vagy a Krisztus, és a többi, és a többi. A Krisztus, a keresztény szó hátteréről már láthattatok több videót is, úgyhogy azt javaslom azok számára, akik arról szeretnének információt szerezni, hogy nézzék meg azt. Most megmutatom azt, hogy honnan tudjuk, hogy mi volt az igazi megszólítása, és úgymond címe a megváltónak, aki ugye Yahushua HaMashiach, utána kitérünk a nevére is. De nézzük meg, hogy honnan tudjuk, hogy nem Krisztus volt. Dániel 9-es fejezet 25-27 így szól. Tudd meg azért, és vedd eszedbe, hogy Jerusalem újraépítetése felől való szózat keletkezésétől a Messiák fejedelemig 7, 7 és 62 hét van, és újra megépítetnek az utcák és a kerítések, mégpedig viszontagságos időkben. 7, 7 és 62 hét, ez 69 hét, ugye 7, 7 plusz 62, 7, 7 meg 62, az 69 hét. 26 így szól. A 62 hét múlva pedig kiirtatik a Messiák, és senki ilyen nem lesz, és a várost és a szent helyet elpusztítja a következő fejedelem népe, és vége lesz vízözön által, és végig tart a háború, elhatároztatott a pusztulás. Ez ugye ezek az időszámítások után 70, bocsánat, mikor Titus elfoglalja Jeruzsálemet és lerombolja. Egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, ugye az kétség nem fér ahhoz, hogy ez Yahushua HaMashiach. De a hét felén véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak és utálatosságok szárnyán pusztít, amíg az enyészet és ami elhatároztatott pusztítóra szakad. Ez ugye az antimesiák. Szóval az a szó, hogy mesiás, ha megnézzük az eredeti írásban, Dániel könyvénél ez a szó, hogy messiák, vagy messiás, ez a héber szó másiák. De nézzük meg, hogy mit mutat a blueletterbible.org, hogy hogyan kellene ezt kiejteni. Strong's H 4899. Mashiach. 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 Szóval ez a kifejezés, ami megtalálható Dániel 9-es fejezet 25-26-ig. Úgyhogy ha tudjuk, miért használnánk még mindig a pogány kifejezést, ami a felkentet jelenti. Sőt, hagyd mutassak még valamit. Mashiach. Mem, Shin, Yod, Het. Karakterekből áll.
ugye felkentet jelent, de nézzük meg, hogy a szó jelentése pedig felkent, vagy pedig felkenni. Úgy felkent, mint ahogy a másiák az olajjal, ugye felkent, mint kiválasztott. Egyébként ugye a messiás, Izrael királya, stb. Stb. Ha megnézzük a Strong's definícióját a szónak, akkor felkentet jelent szó szerint, vagy felszentelt, úgy mint király, pap, vagy szent. Különösképpen maga a messiás, mint felkent. A Héber, a Gesinius Héber Káldeusi lexikon szintén ugyanezt a kifejezést használja, felkent. Nyilván a pogány megnevezése a Christos szóból ered, ami egy görög kifejezés, az eredeti azonban Mashiach. A nagyszerű és a csodálatos ebben a nyelvben az, hogy ez a négy karakter, a mem, ami a vizet jelenti, a sin, ami a két első metszőfogat, a jod, ami a kar vagy a kéz jelenti, és a ket, ami egy kerítést vagy falat jelent, ki fogja adni, hogy mit is jelent tulajdonképpen a Mashiach szó. A víz az a szó, vagy az ige, vagy a vér jelentése. A sin jelentése az valami, ami elpusztít, vág, vagy szúr. A jod az az ember keze, vagy karja, ami a munkásságát, vagy a cselekedeteit jelenti. A ket kifejezés pedig a kerítés és a fal, ami elválaszt, vagy elkülönít valamitől. Úgyhogy, ha megnézzük, hogy mit csinál a Mashiach, akkor az azt jelenti, hogy a szó, vagyis az ige, elpusztítja a munkássága és a cselekedetek segítségével azt a falat, ami elválaszt minket az atyát. Nem mondom azt, hogy aki nem használja ezeket a kifejezéseket, az nem üdvözülhet. Én azt mondom, hogy ahogyan mindannyian járjuk ezt az utat, és tanulunk, és növekszünk, és közelebb kerülünk az igazsághoz. Miért ne akarnánk használni? Miért ne szeretnénk közelebb kerülni az eredeti életformához? Ha ők úgy öltöztek, úgy beszéltek, olyan ünnepeket folytattak, akik együtt jártak a másiákkal, ugye akkor a Malák Jahuával, a Jahua angyalával, akkor miért ne próbálnánk mi is ahhoz közelíteni? Ha megvan a lehetőségünk rá, hiszen az információ itt van. De hagyj mutassak be még egy érdekességet azok számára, akik valóban elhagyták Babilont. Nem azok, akik még mindig félúton járnak csak, vagy azt mondják, hogy a kereszténységet elhagyták. Persze, hogyan hagyja el valaki a kereszténységet? Az ember nem járhat félig a világ útján, félig a teremtő útján. Vagy ez, vagy az. Aki ezt az utat választja, az jobban teszi, hogyha teljes mértékben erre fókuszál, és mellesleg minden másra az életében. Ezért szeretném, hogyha mindenki látna, hogy mi az, amit valójában az írás mond, nem mi az, amit én gondolok, mi a filozófiám, annak nincsen jelentősége. Nézzük, mi az, amit az írás mond ezekről a nevekről. Ez Jehukanon, 3. fejezet 18-20-ig, azaz János. Aki hiszen ő benne el nem kárhozik, aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, azaz már is, mivel hogy nem hitt Elohim egyszülött fiának nevében, akkor meg kellene keresnünk, hogy mi az ő neve. Ez pedig kárhoztatás, hogy a világosság világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, azaz hiába van ott az információ, inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot. Mi a világosság? Mert az ő cselekedetei gonoszak valának. Mert minden, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot. Mi a világosság? És nem megy a világosságra. Miért nem definiáljuk, mi a világosság? Hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek. Nézzük meg két dolgot. Az egyik az, hogy a világosság szó négyszer szerepel ebben a két versben. Egyértelműen összhangban és összefüggésben a kárhozata, illetve azzal, hogy ki az, aki valójában hisz, és ki az, aki nem. Akkor, ha most megkérdezném mindenkitől, hogy definiálja a világosságot az írás szerint, akkor hányan lennének azok, akik azt mondanák, hogy nem tudom. A lényeg nem az, hogy megszégyenítsünk másokat. A lényeg az, hogy kérdéseket ébresztünk másokban
azzal kapcsolatban, hogy vajon helyes úton járnak-e. Ugyanis a kérdés az, hogy a végén ki az, aki el nem kárhozik, és ki az, aki elkárhozik. És ha valakit ez igazán érdekel, akkor az hajlandó lesz nyomozni, kutatni, és a megszerzett információt az életére alkalmazni. Nézzük meg, hogy mi a világosság, ugyanis ez egyértelműen definiálva van. Misli, példabeszédek 6.23 így szól, mert szövétnek a parancsolat, azaz lámpás, és a tudomány világosság. És életnek úta a tanító feddések. Azaz egy mondatban összefoglalja azt, hogy a parancsolat az, ami lámpás. Ennek a tudása a világosság. Aki tudja a parancsolatokat, és úgy cselekszik, azaz, aki a világosságot szereti. Az az, aki el nem kárhozik. Mondani, vagy gondolni, vagy hinni nem lesz elég. Hiszen egyértelműen azt mondja, hogy aki hamisan cselekszik, akinek a cselekedetei gonoszak, az nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek. Ezek szerint cselekedetek vannak, amik alapján meg fognak minket ítélni a végén. Úgyhogy, ha leírja itt egyértelműen, hogy a lámpás maga a parancsolat, azonban a lámpás nem világít, ha az ember nem tudja ezt. És ha nem úgy cselekszik, az egész nem ér semmit. Aki hisz a fia nevében, az úgy fog élni, azaz úgy fog cselekedni. Ki fog derülni, hogy miért is mondom ezt, ugyanis ők egész másról beszélnek, mint ami itt elhangzik. Amit én mondok, az az, ami ide le van írva. Egyértelmű az, háromszor elmondja, hogy a cselekedetek fontosak, a tudomány, világosság és a világosság fontos. Ezt jelenti a hit. Tudni és úgy cselekedni. Jelenések 20, Higalú 20, 12, 15. És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket állani Elohim előtt. És könyvek nyitatának meg, majd egy más könyv nyitaték meg, mely az életnek. És megítéltetének a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva, az ő cselekedeteik szerint. Akkor ezek szerint számítanak a cselekedetek. Nem azt mondta, hogy megítéltetnek a halottak az ő hitük szerint. Azt mondta, hogy megítéltetnek a halottak az ő cselekedeteik szerint. De nem egyszer, hanem kétszer mondja. És a tenger kiadál halottakat, akik ő benne voltak. A halál és a pokol is kiadál halottakat, akik ő náluk voltak. És megítéltetének minnyáján az ő cselekedeteik szerint. Honnan tudjuk, hogy hogyan kell cselekedni, ha egyszer egy törvény van, ahogyan ők azt mondják, a szeretet törvénye? Honnan fogjuk megtudni, hogy mi az, amit cselekednünk kell? A pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavába. Ez a második halál, a tűznek tavába, és ha valaki nem találtatott beírva az életkönyvében, tűznek tavába vetteték. Aki nem volt benne az életkönyvében, miért nem volt benne? Mert az ő cselekedetei nem voltak olyanok. Ezért nem volt benne. Nézzük meg, mi az, amire Saul figyelmeztet. Második Timóteus az élet levelének harmadik fejezetében a 15-17-ig. És hogy gyermekségettől fogva tudod a kodes szent írásokat. Mik a szent írások Saul idejében? A Tanák. Tora, Neviim, Ketuvim. A Tora, a parancsolatok, az instrukciók, a proféták és a zsoltárok. Az új szövetség nem létezik, úgyhogy úgy, ahogy van, az új szövetséget el lehet felejteni, hiszen ez akkor nem állt rendelkezésükre az embereknek. Ha akkor nem volt, akkor most miért gondoljuk azt, hogy megváltozott minden, mikor akkor egyértelműen nem használhatták? Azok a szentírások, amikről itt ír Saul, nem jelenthették a Brit Hadasát, az új szövetséget, hiszen nem létezett. Máté, Márk, Lukács és Jakonon János írásai nem léteztek 65 utánig. Úgy értve, hogy nem gyűjtötték őket össze. Az nem úgy volt, hogy az emberek rohangáltak új szövetséggel a kezükben. Az írásokat, amiket használtak, az egyértelműen az Ószövetség, a Tanák volt, melyek téged bölcsét tesznek az üdvösségre a Jehusa, a másiákban való hit által. Miért?
mert a hit cselekedetekben nyilvánul meg. Jakob, második fejezet 12-24-ig. Erről ír folyamatosan. A teljes írás Elohimtől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Az előbb beszélt arról maga a másiák, hogy a világosság azonos a parancsolatokkal és annak tudásával. Az igazság ugyan ez. Honnan tudjuk? Honnan, hogy a Hukkanon 17-es fejezet 17-es versben elmondja maga a másiák. Szented meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Ugyanaz az ige, amiről itt beszél Saul, azaz Pál. Tudod a szent írásokat. Mi ez a te igéd? Az ő igéje, Elohim, az atya szava, amit a Malák Jehua, azaz Jehusa Hamásiákon keresztül elküldött a világnak. Ez az írás, ami a Tanák. A Brit Hadasa, az új szövetség nem létezett, amikor ezek az emberek a földet járták, tehát arról nem beszélhetett. Hogy tökéletes legyen Elohim embere, hogy minden jó cselekedetre felkészített. Azaz a cselekedetek számítanak. Ha nem tudom, hogy mit kellene tennem, azaz a tudomány nem világosság, a fejemben nincs bennem világosság, így nem azt csinálom, amit ő csinált. Aki viszont a másiákot követi, úgy kell élnie, ahogy ő élt. Jehukanon 14-es fejezet 12-14-ig így ír, hogyha csak a cselekedetekre tekintette. Bizony, bizony mondom néktek, aki hisz én benne, ki az, aki nem jut kározatra, aki hisz az ő nevében. Ami nem Jézus, amely görög szó, aminek semmiféle jelentősége nincs, hanem Jahusa, mindjárt megnézzük, hogy az mit jelent. Aki hisz én bennem, az mit csinál? Cselekszi azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem. Akkor hogyan élhetünk másképp, mint ahogy ő, mikor itt elmondja, hogy aki hisz benne, az úgy él, ahogy ő élt. Nem úgy gondolkozik, nem úgy beszél, nem úgy hisz. Az úgy él, úgy cselekszik, úgy öltözik, úgy eszik, olyan ünnepeket tart, a sabát napot tiszteli, a neveket tiszteli és tudja, és keresi az igazságot, ahogyan a Saul is tanácsolja. Úgy cselekszik, ahogy én cselekedtem. Ezt mondja, és nagyobbakat is cselekszik, mert én az én atyámhoz megyek. Akármit kértek majd az én nevemben, Jehusa Hamásiák, megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az atya a fiúban. Még egyszer elmondja, ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. Jakab második fejezet 12-26-ig. Úgy szóljatok, és úgy cselekedjetek, mint minden jó cselekedetre felkészített. Micsoda? Elohim szava. Ami a Tanák, az Ószövetség. Mint akiket a szabadság törvénye fog megítélni, akkor lesz egy ítélet a törvények szerint. Láthattuk jelenések 20-as fejezetben, hogy a cselekedetek szerint leszünk megítélve. Megtarthatja-e őt a hit 14? Azonképpen a hit is, 17 itt a válasz, ha cselekedetei nincsenek, meghalt ő magában. Azaz nem. Te hiszed, hogy Elohim egy, jól teszed, azonban az ördögök is hiszik és rettegnek. Nem csak te hiszel. Nagyon sokan mások hisznek, akik nem úgy élnek. Akarod éj pedig tudni, te hiába való ember, hogy a hit cselekedetek nélkül megholt? Ez a válasz. Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán hitből. Azaz a cselekedetek számítanak. 26. Mert amiképpen holt a test a lélek nélkül, aképpen holt a hit is a cselekedetek nélkül. Azaz fontosak a cselekedetek. Azokat honnan tudjuk meg? Második Timóteusból láthattuk, hogy onnan, hogy olvassuk az írást, ami a Tanák, a Tora, a Zsoltárok és a Proféták. Hiszen akkor még nem létezett az Új Szövetség. Tehát nekik is ezt kellett használni. Ha nekik jó volt, nekünk miért nem jó, akkor ezek szerint abban is van hit. Habakuk második fejezet 4-es egyértelműen megmondja, hogy az igaz ember a hite által él. Tehát már akkor is a hit számított. Nézzük meg, hogy mi az, amit ők erről mondanak. Ellenben szerintük, ez az egész rendszer a szeretet egyetlen parancsa alapján működik. Úgyhogy mindenki eldöntheti azt, hogy valamiféle filozófia alapján indul el a megváltás az üdvösség felé, vagy pedig az alapján, amit az írás egyértelművé tesz. Láthatjuk azt is, hogy gyakorlatilag a Brit Hadasa,
az úgynevezett új szövetség alapján is be lehet bizonyítani, hogy nem egyetlen parancs van. De nézzük meg ezt az egyetlen parancsot, ami a szeretet. Ez Egyehu Kanon 5-ös fejezet. Mindaz, aki hiszi, hogy a Husán másiák Elohimtől született, és mindaz, aki szereti a szülőt, azt is szereti, aki attól született. Azaz ismét a hittel kezd. Meg fogja mutatni, hogy mi is az a hit. Még egyszer emlékeztetnék mindenkit arra, hogy ugye arról van szó, hogy egyetlen parancs van. A szeretet. Nézzük meg, hogy mi az, amit erről az írás mond. Amit ugye mindenki elfogad, mint írásnak, hiszen ez az új szövetség. Abból ismerjük meg, hogy szeretjük Elohim gyermekeit, hogyha Elohimet szeretjük, és az ő parancsolatait megtartjuk. Elohim, vagy Jézus Krisztus. Arról van szó, hogy Elohim parancsolatait megtartjuk. Akkor ezek szerint valahol meg kell találnunk, hogy hol vannak az ő parancsolatai. Az pedig a Tanákban van részletezve, a Torában, a profétákban és a Zsoltárokban. Mert az Elohim szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait. Az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Nem arról van szó, hogy ez egy átok, vagy ez egy rabság, vagy ezt nem lehetett betartani, és neki el kellett jönni, hogy eltörölje. Nézzük meg, hogy mit mond még egyszer. Az Elohim szeretete, az egyetlen parancs, a szeretet, az Elohim szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait, melyek nem nehezek. Új szövetség, János első levele, a másiák már elmúlt, föltámadt, újra elment. Ennek ellenére még mindig a parancsolatokról van szó. Nézzük meg még egyet erről az egyetlen parancsolat, a szeretet. Ez egy Jehu Kanon 1 János 2. fejezet 3-6-ig, és arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk. Aki ezt mondja, ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság. Kiről beszél? Aki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósága a teljes élet Elohim szeretete. A szeretet az egyetlen parancsolat. Aki megtartja az ő beszédeit, aki megtartja az ő parancsolatait, abban van az igazság, abban lesz teljessé a szeretet. Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Megismétli még egyszer, aki azt mondja, hogy ő benne marad, úgy kell járnia, amint ő járt. Azaz úgy kell járnunk, ahogyan Jehusá HaMashiach járt. Nem járhatunk össze-vissza a saját fejünk után, hogy mondogatva, hogy ezt nem lehet megtartani, sőt, azt tanítva, hogy ezt nem lehet megtartani, hogy eltörölte, hogy ezek erkölcsi parancsolatok, ez a szívünkben van. Ilyen nincs. Ami le van írva, az az, ami létezik. Nem az én véleményem, nem az ő véleményük, teljesen minden. A lényeg az, mindenki, aki hallja ezt, vagy nézi, döntse el magának, hogy mi az, amit az írás mond. Azt mondja, hogy a szellemi Izrael Krisztus vezetésével kivonul az ájúdaizmusba. Hogy vonul ki, ha egyszerűen semmiféle rendszer nincs abban, ahogy él? Soha egyetlen, én még nem láttam egyetlen videót sem, amiben arról lett volna szó, hogy így kell élnünk, ez az, amit csinálni kell, az az, amit csinálni kell. Én így nem lehet járni ezt az utat. Honnan tudjuk? Onnan, hogy ide le van írva. Arról tudjuk, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk. Aki azt mondja, ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság. Aki megtartja, abban lesz teljessé Elohim szeretete. Persze, mindenki hisz először, aztán a Ruach HaKodesh, a Szent Szellem vezeti őt. Utána azonban meg kell tanulnunk, hogy hogyan kell járni ezt az utat. És az lesz a szeretet. Úgy fog megnyilvánulni a szeretet. Az, ha mondogatjuk, az nagyon kevés. Ha elkezdjük olvasni, akkor megértjük, hogy valójában mi ez a szeretet. Milyen változáson kell keresztül mennünk. Ez az egyik, embertársaink felé. Van egy másik rész, ami sokkal fontosabb ennél. Ami az első nagy parancsolat. Mindjárt megnézzük azt is. Aki azt mondja, hogy ő benne marad, úgy kell járnia, amint ő járt. Ezt a kérdést kell feltenni mindenkinek magában. Ő hanyagolta a Sabbát napot, ő hanyagolta az ünnepeket, ő evett össze-vissza minden dolgot, ő azt mondta, hogy bármit lehet csinálni, teljesen mindegy, hogy öltözködött, hogy élt, hogy nyilvánult meg. Ez az, amit mindenkinek meg kellene értenie. Ha úgy kell járni, ahogy ő járt, akkor nem járhatunk össze-vissza mindenféleképpen, és azt mondjuk, hogy mi hiszünk. Ide van leírva egyértelműen.
Egy Jehu-kanon, 3-as fejezet, 4-es vers, valaki a bűnt cselekszi. Mi a bűn? Az törvénytelenséget is cselekszi, a bűn pedig a törvénytelenség. A törvény megszegése bűn. Ha egyetlen törvény van, ahogyan itt arról beszél, akkor miről beszél ő? Mi a bűn? Mi a törvénytelenség? Hogyha csak egy törvény van, ami a szeretet. Honnan tudjuk, hogy jó úton járunk, vagy nem? Ha teljesen szubjektív az, hogy nekem mi a szeretet, vagy a másik embernek mi a szeretet, akkor honnan fogjuk megtudni? Onnan, hogy olvassuk a könyvet, kiderül, mert jó javításra, feddésre, jobbításra, tökéletességre nevelésre. Innen fogjuk megtudni, hogy mi a törvény. A bűn annak a megszegése. Folytatni fogjuk egy következő részben a további tárgyalását ezeknek a dolgoknak. Én szeretném, ha még egyszer elmondani, hogy mindenki megértse. A lényeg, amire törekszünk, az az, remélhetőleg legalábbis én és azok, akik hasonlóképpen gondolkodnak, azok mindenképp, hogy közelebb kerüljünk ahhoz, amit az Atya akar. Ez az, amire mindenki figyelmeztetett minket az írásban, az elejétől a végéig. A proféták, a zsoltárok, a Tora, az apostolok, a másiák, Jehu-kanon, amikor a Jelenések könyvét írta, mindenki kivétel nélkül ezt mondta nekünk. Keresd az utat, és az fog elvezetni az üdvösséghez. Úgyhogy a cél az, hogy mindenki megértse ezt, és próbáljunk közelebb kerülni. Azonban azzal nem segítünk, hogyha egyszerűbbé tesszük, legalábbis azt a látszatot keltjük, mint amilyen. Az út igenis keskeny, és egy szűk kapuhoz vezet, és kevesen fogják megtalálni. Ez az, amit mindenkinek észben kell tartani. Az összes videónak ezen a csatornán az a célja, hogy az emberekben gondolatokat ébreszten, és megmutassa nekik, hogy mi ez az út. Nem szerintem, hanem azért, mert ez van leírva. Ezek a videók az írásra épülnek. Nem egy filozófia, ez az, amit mond az írás. Mindenki következetesen, folyamatosan ezt állította az írás során. Tartsd meg a parancsolatokat, különben nem lesz jó vége, mint ahogy nem is lett egyetlen egyszer sem. Ugyanez vonatkozik ránk is. Úgyhogy én nem bántani akarom őket, vagy ítélkezni, hanem egyszerűen a feddés az, vagy az iránymutatás, jobban mondva, az, amire az embereknek szüksége van. Úgyhogy remélem, hogy mindenki úgy fogadja ezt, ahogyan én azt szánom. Nem az a lényeg, hogy kinek van igaza, az a lényeg, hogy mi az, amit az Atya szeretne. Úgyhogy mindenki szűrje le magának a következtetéseket ebből, és döntse el, hogy mi az, amit az Atya akar, és mi az, amit ő leírt. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!